Bölcsődei ellátás. Országos szinten 104 milliárd forintot fordít a kormány a szolgáltatás fejlesztésére ebben az évben. Kevesebb véradó. Nyaranta kampánnyal szólítja meg az önkénteseket a Magyar Vöröskereszt. 5 milliárdos keret. Ebben az évben ekkora összeget biztosít a kormány a tüzelőanyag programra az önkormányzatok számára. €104 milliárd forintot biztosít a bölcsődei ellátás fejlesztésére idén a magyar kormány. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! Ebből az uniós és hazai forrásból összesen 5,2 milliárd forint érkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Ennek is köszönhető, hogy csütörtök délután átadták a két csoportszobás 28 férőhelyes nyírbogáti mesekert bölcsődét, ami 152 millió forintból épült. Mini tűzhely, mini mosdó és mini székek. Így néz ki az elkészült nyírbogáti bölcsőde. A településnek régi vágya volt az intézmény kialakítása. Korábban televíziónk is beszámolt róla, hogy pályáznak az önerő nélkül is igénybe vehető forrásra. Még 2016-ban változott meg az a korábbi szabály, hogy csak azokon a településeken kell bölcsődei ellátást biztosítani, ahol 10 000-nél többen élnek. Az új szabály szerint ott is biztosítani kell a szolgáltatást, ahol legalább 40-3 év alatti gyermek él, vagy van legalább 5 olyan gyerek, akinek a szülei igénylik az ellátást. Önkormányzatunk évekkel ezelőtt már tudta a bölcsőde fontosságát, így létrehozta az egységes óvoda bölcsőde intézményét, ahol 5 kisgyermek elhelyezésére volt lehetőség. Azt tapasztaltuk évről évre, főleg amikor a kisgyermekek betöltik a második életévüket, ugrásszerűen megnő a bölcsődei férőhelyek iránti igény. Sajnos az elmúlt években nem tudtunk megfelelni ennek a lakossági elvárásnak, így több gyermeket kényszerültek a szülők magánbölcsődébe elhelyezni a szomszédos településen. Bölcsődei ellátást 20 hetes kortól egészen 3 éves korig biztosítanak a gyermekek számára. A nyírbogáti családoknak eddig Nyírbátor volt a legközelebbi település, ahol ez elérhető volt. Csütörtök délután azonban átadták a teljes mértékben uniós forrásból épült 152 millió forintos új épületet. Régen készülünk rá, hogy vagy az óvodából szerettük volna kialakítani a bölcsődénket, vagy egy új épület, és az új épületre esett a választás. Jól döntöttünk, mert hogy a létszám az már betellett. 28 fős a bölcsődénk, két csoportos, és már 30 jelentkező van. Úgyhogy a következő probléma, azon gondolkodunk, hogy ha ilyen szépen nő a lakosság lélekszáma, mert sok várandós anyuka van, hála Istennek, akkor mit fogunk csinálni? De hát ez a jövő zenéje, most egyenlőre örülünk annak, hogy egy ilyen szép bölcsődét át tudtunk adni. A Nyírbogáton élő lakosságszámhoz viszonyított gyermekek aránya az országos átlagnál magasabb, így a településen pozitív demográfiai folyamatokról tudnak beszámolni. A magyar családpolitika egyik pillére a munka és a család egyensúlyának támogatása. Ezért 2010-től a Fidesz sokoldalú és egyre bővülő támogatást biztosít a gyermekvállaláshoz, közölte a bölcsődei ügyek koordinációjáért felelős miniszteri biztos. 2017. január 1-ével átalakították a bölcsődei rendszert annak érdekében, hogy minden településen elérhető legyen a szolgáltatás, ahol igény jelentkezik rá. 2019-ben csak bölcsőde fejlesztésre közel 104 milliárd forintot biztosít uniós, illetve hazai forrásból. Ebből a forrásból, ahogy azt említette elnök úr is, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 5,2 milliárd forint lesz bölcsőde fejlesztésre. És természetesen az önkormányzatok mellett a nem állami szektor szereplői számára is, tehát az egyházak és a civilek számára is. Amikor egy településen a döntéshozók a legkisebbek ellátásának a megszervezése mellett döntenek, akkor a jövőről is döntenek. A Családbarát Magyarország számára fontosak a gyermekeket és az ifjúságot szolgáló fejlesztések, emelte ki beszédében a megyei közgyűlés elnöke.
A bölcsődei beruházás pedig a kisgyermekes szülők életét is nagy mértékben segíti. Látjuk itt, hogy munkába járást segítő program elemként került be ez a TOBBA. Valóban azt a szabadságot adja meg a szülőknek, hogy választassanak, vagy bölcsődei gondozásba adják a gyermeküket, és munkát vállalnak. Sok családok szüksége van ugye a kétkeresős családra is, és egyre több munka lehetőség, választható munka lehetőség van Magyarországon, így Nyírbátorban, Nyírbogáton, nyírbátori választókerületben is, ez megtapasztalható valóság. Tehát azért is fontos gazdasági értelemben is, hogyha a szülők akarnak, akkor el tudjanak menni dolgozni, akár már a gyermek bölcsődei idejében, vagy bölcsődei korában is. Ugyanakkor viszont az a bőkező támogatási rendszer, ami július 1-től ugye még inkább valóság az életünkben, megadja a választás lehetőségét, a szabadságát arra, hogy a családok maguk döntsék el, hogy bölcsődei gondozásba, vagy más módon gondoskodnak a gyermekeikről. Az új bölcsőde 5 új munkalehetőséget is jelent a szabolcsi településen. Jelentősen megcsappan nyáron a véradók száma. A Vöröskereszt kampány keretében hívja ilyenkor az önkénteseket, akik azon felül, hogy 3 életet megmenthetnek vérükkel, nyereményjátékban is részt vehetnek. A rendszeres segítők utánpótlása közben egyre komolyabb feladattá válik. Nyáron ritkábbak az ilyen jelenetek. Ebben az időszakban a rendszeres véradók is szabadságra mennek. Emellett sokakat az idén munkák tartanak távol az önkéntesség ezen formájától, elsősorban a kisebb településeken. A Magyar Vöröskereszt azon dolgozik, hogy ilyenkor se csökkenjen a véradók száma. Az élet az nem áll meg nyáron sem, tehát az egészségügyi ellátásnak folyamatosan szüksége van vérre. Itt a folyamatosságot kell mindig hangsúlyoznunk, hiszen nem arról szól a történet, hogy egyszerre nagyobb mennyiségű vért levenni le lehet, de az eltarthatósága az korlátozott, ezért a folyamatosságon van a hangsúly, ezért szólítjuk mi is mindig folyamatosan meg a véradóinkat, hogy jöjjenek vért adni, hiszen megyei szinten 500-550 véradó donorra van szükség ahhoz, hogy az egészségügyi ellátáshoz megfelelő mennyiségű vér rendelkezésre álljon. Ennek érdekében a humanitárius szervezet évről évre kampányokkal rukkol elő az országos vérellátó szolgálattal karöltve. Ez idén a Van egy órád a nyáron, neked egy óra 3 embernek az életnéven fut. A nyáron segítők tettükért egy köszönőkártyát kapnak, amelynek a kódjával regisztrálva a véradás.hu-n nyereményjátékban vesznek részt. A Vöröskereszt célja, hogy a véradás a társadalmi felelősségvállalás részévé váljon. Az lenne a legjobb, hogyha a véradás fontosságáról nekünk nem nagyon kellene beszélni, mert a társadalmi felelősségvállalásban az állampolgári kötelezettségek között ez mindenkinél szerepelne, hogyha elmúlt 18 éves, meghaladja a testsúlya az 50 kg-ot, és nincsen olyan ismert betegsége, ami kizárja a véradásból, akkor rendszeresen elmenne vért adni, akár ha egy évben nem is 4-szer, 5-szer, de ha már 2-szer, 3-szor elmennének, akkor azt gondolom, hogy teljesen fölöslegesen ülnék itt a stúdióban, és nem volna miről beszélgetnünk. A megyei igazgató elmondása szerint egyre öregszik a rendszeres véradói köre, miközben az utánpótlás nincs kellő számban biztosítva. A fiatalokat ugyanis inkább csak alkalmanként egy-egy eseményen tudják megszólítani, nem állandó jelleggel. Tavaly amúgy több mint 15 ezer véradó eseményen közel 400 ezeren adtak vért. Augusztus 1-ig pályázhatnak az önkormányzatok az idei tüzelőanyagprogramra. Ebben az évben 5 milliárd forintos keretet nyújt a kormány a tűzifa, illetve a barna kőszén vásárlásra. Erre minden 5000 lélekszám alatti önkormányzat jelentkezhet. Az idei szezonban már összesen 226 ezer köbméter tűzifa mennyiséget vásárolhatnak a forrásból. A Szabolcs megyei Kálósemjénben körülbelül 3500-an élnek, így ez az önkormányzat is jogosult a szociális tüzelőanyag program forrásaira. A település az elmúlt években is aktív volt, valamint idén is tervezik, hogy pályáznak majd. Belica László polgármester szerint a korábbi időszakban nagy segítség volt a belügyminisztérium támogatása a téli hónapokban.
Kállós Emin tekintetében arról tudok beszámolni, hogy 2017-ben majd 370 köbméternyi tűzifát tudtunk vásárolni, míg 2018-ban több mint 400 köbméternyi tűzifát tudtunk vásárolni és kiosztani a helyi családok számára. Ez nagyságrendileg 400 családot jelent per év. 2017-ben 0,6 köbmétert, míg 2018-ban 1 köbméternyi tűzifát tudtunk kiosztani. Ezek a tűzifák kemény törzsű tűzifák, akác, tölgy és ehhez hasonló tüzelőanyagokat jelent. A gyakorlat azt mutatja, hogy az önkormányzatok a pályázatok során 180-200 ezer családnak juttatnak 2-3 hónapra elegendő tüzelőanyagot. Az idei évben minden eddiginél korábban írták ki a pályázatot. Az elektronikus beadás határideje augusztus 1-e délután 4 óra, a papíralapon történői augusztus 2-a. A benyújtott pályázatokról pedig legkésőbb augusztus 30-áig döntenek. A nyertes önkormányzatoknak a támogatásból vásárolt tüzelőanyagot legkésőbb 2020. február 17-éig szét kell osztaniuk a rászorulók között. Az önkormányzatunk rendeletet fog hozni, és a rendelet meghatározza azt, hogy a pályázatot milyen időszakban lehet beadni. Ezt követően a bizottság előkészíti a benyújtott pályázatokat, megvizsgálja, és a képviselőtestület döntését követően az önkormányzat kiszállítja a lakos számára az elnyert tűzifa mennyiséget. A program 2011 óta működik, az önkormányzatoknak a tűzifa szállítási és szétosztási költségeit kell állniuk. 2011-ben a szociális tűzifa mennyisége 42 ezer köbméter volt, a tavalyi és az idei szezonban ez már mintegy 226 ezer köbméterre emelkedett. A program indulása óta körülbelül 1 millió köbméter tűzifával látták el az önkormányzatokat, és eddig az állam 17 milliárd forintot fordított szociális tűzifa vásárlásra. Az előző évhez képest 4,9%-kal kevesebb 180 ezer dolgozót foglalkoztattak tavaly a szálláshely szolgáltatás, vendéglátás területén a vállalkozások. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal elemzéséből. A jelentés szerint az ágazat teljesítménye 2013 óta folyamatosan emelkedik. Előzetes becslések szerint a szálláshely szolgáltatás, vendéglátás bruttó hozzáadott értéke változatlan áron 2018-ban is jelentősen 8,8%. Nőtt. Így ismét meghaladta a nemzetgazdasági GDP átlagos növekedési ütemét. A dolgozók átlag keresete közben 13%-kal 212 ezer forintra nőtt, de az ágazatokat tekintve még mindig alacsonynak számít. A legtöbbet a Budapesten dolgozók keresték tavaly, míg a legkevesebbet Békés megyében. Szépen cseperednek az amerikai bölényborjak a nyíregyházi állatparkban. A Sóstó gyógyfürdői állatgyűjteményben idén egy hónap különbséggel két apróság is született. A két fiatal bölényt már a látogatók is megtekinthetik a park Amerika élővilágát bemutató kifutó rendszerében. Észak-Amerika legnagyobb testű szárazföldi emlőseit már régóta láthatja a közönség a nyíregyházi állatparkban, és most kifutójukban egy hónapon belül kétszer is kopogtatott a gólya, előbb egy kis üssző, majd egy bika született. Az ellés mindkét esetben problémamentesen zajlott, így nem volt szükség sem a gondozók, sem az állatorvos segítségére. Az amerikai bölényborjak idejük nagy részét pihenéssel töltik, ez főleg a fiatalabb egyedre jellemző, de reméljük, hogy hamarosan a közös játszadozást is meg tudják figyelni a látogatóink. Nem csak testméretben, de színezetben is különbözőek még a legifjabb csapattagok az amerikai bölény csordában, hiszen a fiatalok világos barna bundával rendelkeznek, míg az ivarérett állatok sötét barna színezetűek. Táplálkozásukra még az anyateja jellemző, de hamarosan a szálas takarmány fogyasztását is megkezdik majd. Az amerikai bölény társas állat egykor százezres csordákban vándorolt a prériken, állománya ekkor elérhette az 50 millió egyedet. Egyes észak-amerikai indián törzsek táplálkozásukban és ruházkodásukban gyakorlatilag teljes mértékben ettől az állattól fügtek, számtalan módon hasznosították az amerikai bölényt. A faj az európaiak megjelenésével, a telepesek könyörtelen mészárlását követően a kihalás szélére sodródott a 19. században. 1905-ben azonban megalakult az Amerikai Bölényvédelmi Társaság, szerencsére néhány száz példány megmenekült, ami elegendő volt a faj túléléséhez. Ma állományuk 50 ezer állatra tehető, s ezzel úgy tűnik biztosítva van a faj fennmaradása. Manapság az amerikai bölény főként a nemzeti parkokban sokkal kisebb csapatban él.
A nyíregyházi állatparkban ezidáig egy ivarérett hím és két nőstény élt együtt, s most a két fiatal borjúval együtt az amerikai bölénycsapat 5 tagot számlál. A mezőny első felében szeretne végezni a bajnokságban a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila sportigazgató szerint az alapcsapatot sikerült együtt tartani, és az új igazolásokkal kiegészülve a tavainál merészebb célokat tűzhetnek ki. A kisvárda szombaton Budapesten a Vasassal játszik felkészülési mérkőzést. Két hét múlva rajtol a bajnokság a labdarúgó NB1-ben, a csapatok pedig sorra játsszák az edzőmeccseket. A Kisvárda a Diósgyőr elleni 1-0-ás hazai vereséggel búcsúzott átmenetileg szurkolóitól, akik már csak a nyitófordulóban láthatják a csapatot. Sok új arccal nem kell megismerkedniük a drukkereknek, mivel a kölcsönből visszatérő kapus Zöldes Illés mellett a korábban Csákvárdon szereplő Baranyai Ádám, a Nyíregyházáról érkező Rubus Tamás és a volt újpesti Tisler Partik számít új szerzeménynek. Az volt az elsődleges feladat, hogy bent adjuk a csapatba a csapat magját, és azok a játékosok, akik sokat tettek a sikerért, azok új szerződést kaphassanak, vagy ha esetleg sikerül őket eladni, akkor értékesítésük után hasonló játékosokat, hasonló tudásot hozzunk. Egyelőre értékesíteni nem sikerült. A Siófok kölcsönjátéka után az Izing Martint megvásárolta, ő távozott oda, a többi játékos pedig az terv szerinti, illetve a Vári Barna esetében más volt, mert ő kért a távozását, többi játékos pedig ott vagy lejárt szerződés volt, és már nem hosszabbítottunk vele, vagy pedig mi nem akartunk vele. Azt gondolom, hogy a jelenlegi keretünk az elsősorban egy picit a magyarosítás útjára lépett, és mutatja, hogy elment 7 játékos, ebből volt 4-5 külföldi játékos, és hoztunk eddig 4-et. Akik csak magyarok. Még egy játékosnak helye van a keretben, de még szeretnénk is engedni a keretből, úgyhogy végső soron lesz még változásunk, de augusztus 31-ig még ráérünk, nem kell kapkodnunk, mert az alapcsapatunk teljes mértékben megvan. A sportigazgató szerint, mivel a Kisvárda már megismerte az élvonal légkörét, a tavainál merészebb célokat tűzhetnek ki a csapat elé. Én úgy érzem, hogy attól többek vagyunk már, hogy csak a bemaradás tűzzük ki célul. Van nem titkolt vágyunk, az az első 5-6 helyezés, még adott esetben a 4 is, úgy érzem. Természetesen az NB1-ben minden előfordulhat. Az a véleményem, hogy az új csapatok, akik az Alegerszeg, Kaposvár, akik most feljutottak, nekik még azért meg kell szokni majd, és addigra nekünk sikerül az elején annyi pontot gyűjtenünk, hogy stabilizáljuk, és megnyugodva tudjunk folytatni egy sorozatot, vagy egy első szakaszt a versenysorozatban. És én azt látom, hogy a többi csapat pedig a pillanatnyi formájának köszönheti majd a helyezését, a győzelmét. Szeretnénk több győzelmet szerezni, mint tavaly, és hazai pályán mindenképpen eredményesebbek szeretnénk lenni. A Kisvárda szombaton Budapesten a Vasassal játszik felkészülési mérkőzést, majd a bajnoki főpróbát is a fővárosban a Gyirmót ellen tartja Mirüza László együttese. A nyitófordulóban augusztus 3-án a Pas látogat a Várkerti stadionba. Bár voltak megkeresései, marad a Sényői futballcsapatban Kapacina Valér. A 26 esztendős középpályás szerint második NB3-as szezonjában a tavainál is jobban szerepelhet majd az egyetlen megyebeli harmadosztályú együttes. A Sényő szombaton Tiszaújvárosban játszik edzőmeccset. A sényői nevelésű Kapacina Valér korábban szerepelt a Honvéd, a Kisvárda, a Sopron és a Soroksár csapatában, az elmúlt télen pedig Mosonmagyaróváról érkezett az NB3-as újonchoz. A sényői jól szerepelt, és sokan azt hitték, hogy a középpályás ismét magasabb osztály felé veszi az irányt. A 26 esztendős futballista azonban úgy döntött, hogy a játékosok túlnyomó többségéhez hasonlóan marad a kék-sárga szerelésben. Volt megkeresésem, de semmi olyan komoly nem volt, amire azt tudtam volna mondani, hogy igen, megéri osztályt váltanom, vagy esetleg más csapatba menni NB3-ba. Úgy voltam vele, hogy nagyon jól érzem magam itt Sényőn, úgymond én hazatértem ide, itt nőttem fel, egy nagyon jó csapatba tudtam jönni, nagyszerű körülmények közé, úgyhogy nem volt indokolt az, hogy most váltsak. Mindenképp vonzó az, hogy ugye mi egy olyan társaság vagyunk, akik régóta ismerjük egymást, a Szabolcs-megyei játékosokra épül az egész csapat, egy nagyszerű közösségünk van.
az edzők is, egy fiatal edzői stáb, aki most kezdte el nemrég az edzői pályafutásukat. Azt gondolom, hogy hamar a közös hangot hamar megtaláltuk, és az elmúlt szezon is bizonyítja, igaz, hogy csak fél évbe csatlakoztam, de azt gondolom, hogy nagyszerű eredményt értünk el. Kapacina Valér, akinek öccse Kevin is a csapat tagja, kulcsembernek számít a sényűi együttesben, és mint mondja, élvezi az ezzel járó kihívásokat. Az elején egy kis terhet tett rám ez az egész. Én is szeretem, hogyha van rajtam egy kis teher, vagy tőlem várják el azt a csapatban, hogy húzó ember legyek, de azt gondolom, hogy rajtam kívül van sok olyan játékosunk, aki húzó ember ebbe a csapatba, és bátran mondhatom azt, hogy megállja mindenki a csapatban a helyét, és én is nagyon élvezem ezt a szerepkört. A középpályás szerint, mivel a csapat gerince együtt maradt, a legutóbbi szezonban elért 6. helyezésnél is merészebb álmokat szövegethetnek a következő bajnokságban. A Sényű szombaton Tiszaújvárosban lép pályára edzőmeccsen, majd még a Debrecen 2-vel, a Fehérgyarmattal és a Mándokkal játszanak Kapacináig az augusztus 4-én esedékes bajnoki rajtig. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Elkészült és átadták a 152 millió forintból épült Nyírbogáti Mesekert bölcsődét. A magyar kormány idén 104 milliárd forintot biztosít a bölcsődei ellátás fejlesztésére. Ebből az uniós és hazai forrásból összesen 5,2 milliárd forint érkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Ennek is köszönhető, hogy csütörtök délután átadták a két csoportszobás, 28 férőhelyes Nyírbogáti intézményt. Jelentősen megcsappan nyáron a véradók száma. A Magyar Vöröskereszt kampány keretében hívja ilyenkor az önkénteseket, akik azon felül, hogy 3 életet megmenthetnek vérükkel, nyereményjátékban is részt vehetnek. A rendszeres segítők utánpótlása közben egyre komolyabb feladattá válik, a rendszeres véradók köre ugyanis egyre öregszik, a fiatalokat pedig csak alkalmi jelleggel sikerül megszólítani. Idén is pályázhatnak az 5000 lélekszám alatti önkormányzatok a szociális tüzelőanyag programra. Ebben az évben augusztus 1-ig lehet pályázni az érintetteknek. 2019-ben 5 milliárd forintos keretet nyújt a kormány a tűzifa, illetve a barna kőszén vásárlásra. Az idei szezonban már összesen 226 ezer köbméter tűzifa mennyiséget vásárolhatnak a forrásból. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták július 19-én, pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn várjuk majd önöket, szombat este pedig heti hír összefoglalónkkal, a Krónikával jelentkezünk. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, jó hétvégét, viszontlátásra! Szombat reggelig változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható, zápor-zivatar egyaránt előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 fok körül alakul. Napközben több-kevesebb napsütés valószínű, zápor-zivatar bármikor kialakulhat. A szél időnként feltámadhat, a legmelegebb órákban 30 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A folytatásban általában kevés felhőre, sok napsütésre számíthatunk. Az ország északi felében némileg több lehet a gomoly felhő, ezért arrafelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Vasárnap még országszerte kánikula várható, majd egy gyenge hidegfront eredményeként pár fokkal visszaesik a hőmérséklet.